Nos, üdvözlök mindenkit, én Szolyik, azt mind láthatjátok a Close to the Sun című játéknak a végigjátszás sorozata. Nos, belekezdünk ebbe a csodálatos játék, csodálatos világának a csodálatos mindenségességébe, miközben ugye bejöttem ide a beállításokba, hogy megnézzük, hogy hogyan is lett itt nekem minden beállítva. Közben itt vannak ugye a hangok, és itt vannak ugye a grafikai beállítások is. No. Beállításokról röviden többre négy annyit, hogy esetleg valaki szeretne felvételt készíteni a játékból. Nálam úgy van beállítva, hogy én 100%-on vagyok az OBS-en belül, viszont az OBS-en belül a 30%-ra levettem a játéknak hangerejét, amúgy meg itt minden a játékon belül 100%-on van. Bízzunk benne, hogy így nem nyomom el annyira a játékot, illetve a játék se fog elnyomni engemet, de inkább úgy vagyok, hogy inkább engem halljatok, mint a játékot. Úgyis eléggé hangos, szóval majd meglátjátok. No. Mit kell tudni eme produktumról, jelentsen a szó bármit. Szóval ez egy 2019-es játék, műfaját tekintve egy indie fejlesztésű kaland, belső nézetes, felfedezős horror játék. Bár mondjuk ezt a horrort azért kicsit idézőjelbe tenném, mert tény és való, vannak benne ijesztegetések, meg vannak benne azért durva dolgok, de... Jó, akkor nevezzük horrornak, jó. Tehát mindegy, nálam egy kicsit azért most már a léc azért magasabban van a horror kategóriába, de jó, nevezzük akkor annak, igen, tehát tény és való. Tehát ha valaki most akar ebbe a műfajba belekezdeni, akkor annak tényleg horror. No, röviden többen egy ennyi történetről, nem akarok igazából nagyon belemenni. Röviden arról van szó, hogy van egy Rose nevezetű hölgyemény, akit mi irányítani fogunk. Ő fog elutazni egy Helios nevezetű hajóra, amit Tesla épített. És ott különböző furcsaságok fognak történni velünk. Röviden többre egy nagyjából úgy ennyi. A játék annyira nem hosszú, körülbelül egy olyan 3, 4, 5 óra alatt meg lehet oldani az egészet. És röviden többre igazából így ennyi az egész mindenség. Úgyhogy nem is akarom húzni tovább az időtöket, illetve a szót. Tehát aki úgy gondolja, hogy marad erre a videó sorozatra, annak jó szórakozást kívánok, aki pedig úgy döntött ezek alapján, az információk alapján, hogy neki nem ez a játék kell, annak köszönöm szépen a figyelmet. Mi meg addig bele is válunk az egészbe. Vannak amúgy fejezetek a játékon belül, illetve... Azt ugye tudni kell rólam, hogy én az a fajta kalandjátékos vagyok, hogy mindenhova be akarok nézni, és mindent amúgy fel fogok szedni és olvasni. Most mondhatnám azt, hogy 100%-ra kivisszük a játékot, de több mint valószínű, hogy ez nem fog sikerülni. Mert... sajnálatos módon nem tudom az összes feljegyzésnek a helyét. Úgyhogy amit megtalálunk, azt megtalálunk, amit nem találunk meg, azt nem találunk meg. Nem fogok keresgélni, illetve amit találunk feljegyzéseket, azokat el fogom amúgy olvasni. 10 fejezetből plusz a prológusból áll a játék. De amint mondottam, olyan 3-4-5 órát végre lehet játszani, úgyhogy... most szépen ide leülünk, és hajrá! Igen, biztos, hogy új játékot szeretnék kezdeni. Köszönöm. My dear sister, I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. I want to explain everything now, so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios, with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada.
pretty light on details there, Ada. You leave without warning and now lead me aboard the Helios? What aren't you telling me? No, meg is kaptuk akkor az irányítást. Hagyd el a szobádat. Röviden, többen igazából még így a környezetről, illetve a játékról. Az 1800-as évek közepe, vége felé járunk. Illetve az, hogy a játéknak van egy nagyon-nagyon-nagyon erős külseje. Tehát kinézete. Tehát a grafika az 2019-hez képest szerintem az egyik legszebb. Tehát, te jó ég szintű történet. Na, nézzük akkor, hogy mi ez. Megvizsgál. A Helios. A technika győzelme a tudomány előrehaladásáért. Csatlakozz a Helios legénységéhez. Várjuk jelentkezésedet a helyi Wardenclyff irodában. Vagy Warden... Warden... mindegy, szóval az. Nem tudom, hogy kellene kimondani, én most ezt így mondtam ki. Jó. Illetve, ha jól látom, akkor sehol máshol, sehol semmi. Igen, amúgy még egy pozitívum a játéknak. Van testünk. Ezt nem mindegyik játék mondhatja amúgy el magáról, de végre van testünk. Na most más kérdés, hogy több mint valószínű, hogy nem a fejünkből néz ki a kamera, de mindegy. Tükörképünk az nincs. Árnyékunk viszont lesz. Na. Úgyhogy haladjunk akkor szépen kifelé. Na, poén az, hogy egyedül. Szóval a lényeg, hogy amúgy egyedül jöttünk. Tehát egyedül vagyunk ezen a hajón. De automatizált az egész hajó. Na nézzük. Le Petit Parisien. Remélem, hogy jól mondtam ki. Brit haditengerészet a Helios nyomában. Kitűnő brit matematikus állítólagos elrablása tartja lázban a világot. Adják át nekünk, kéri a miniszterelnök. Wardenclyff tagad bármiféle büntet elkövetését, állításuk szerint Maxwell önként csatlakozott. Nemzetközi diplomata csapat az egyre növekvő feszültség hatástalanítására készül. Jó, ez így ennyi. Na, a játékban amúgy alapjáraton van magyar felirat, amit Lost Prophet-nek köszönhetünk. Innen is akkor én is szeretném megköszönni neki a magyar feliratot, hogy elkészítette. A Helios. Új tudományos határok feszegetése Nikola Tesla vezetésével. Feltalálás és innováció a tőke vagy politika mesterséges korlátai nélkül. Igen, ő itt Tesla bácsi. Ez meg itt egy földgömb, itt meg nem tudunk kimenni. És kint megesik az eső. Nem ártana egy kabát. De hát az sajnos nincs, úgyhogy így megyünk. Jó. Ott a Helios. Egy bazi nagy hajó. Hát nem mindegyik ajtót lehet amúgy visszacsukni. Sajnos nem sajnos. Hát valahol majd jó lesz, hogy nem lehet visszacsukni az ajtót, de én általában majd visszafogom, ha olyanok az ajtók. Ezt milyen jó lenne magunkkal vinni. Na mindegy. Nem, ez egy túlélő horror játék, szóval. A Helios. A Helios nagy színház. Kitűnő szórakoztatás a kitűnő elmék stimulálásához. Igen. A Helios fedélzetén még színház is van. Nem tudom, ki látta a Titanic című filmet, hát így körülbelül így azt képzeljétek el. Kb. Akkor egy monstrum ez. Nem erre kell menni, hanem mert nem itt van a bejárati ajtó. Ja igen, mondom, van árnyékunk. Ez is egy pozitívum. Kicsi kis dolgok, de na. Kis apró kis részletek. Jó. Van-e itt még valami, amit el lehet olvasni, hogy nézem semmi.
Na akkor nagyjából ennyi. Valamit elfelejtettem? Érdekes. Aha, bocsánat. Ja, itt volt az a gomb, oké. Csak így néztem, mondom, hogy valamit meg kell nyomnom emlékeim szerint, de igen, meg kellett nyomni valamit emlékeim szerint. No. Szállj fel a Helios fedélzetére, és lépj kapcsolatba Adával. Nos, hölgyek, urak, íme a Helios. Az állítólagosan teljesen automatizált. I thought the great Helios would be more busy. I guess Ada didn't tell anyone I was coming. A teljesen automatizált gépezet. Csak igen, ugye fölmerül a kérdés, hogy egy ekkora hatalmas nagy hajón, ahova ugye meghívtak minket, miért van az, hogy senki nincs itt? Van, semmi gond nincsen. Amúgy a shift gombnak a lenyomásával ennyire tudunk futni. És ugye körbe lehet nézegetni. De hát ugye vannak ilyen dobozok, amik majd lezárják az utat. És mint mondottam, még mindig gyönyörű a játék. Tehát a grafikára arra nem lehet panasz. Arra biztos, hogy nem lehet panasz. Tehát hogyha nekem erre valaki azt mondja, hogy ez egy csúnya játék, hát akkor nem tudom elképzelni, hogy mi lehet a szép. Nem tudom, hogy arra felé nem tudok elmenni. Ott van egy földgömb. Igen, azt hiszem annyit kell tudni, hogy Rose az nem tud úszni. Úgyhogy ne nagyon essünk bele ilyen vizekbe. Igen, mindjárt beengedjük magunkat, csak előtte körbenézek, hogy van-e valami feljegyzés, ugye itt van. Körözési poszter. Profil, a hajó patkánya, aktív kém, izolálni és megölni. Jó.
Na, akkor szépen beegedjük magunkat. Fantasztikus, csodálatos. Á, a francba. Oké. Okay. Ezt majd valakinek majd ki kell cserélni, az biztos. Jó. Na, egyelőre még itt nem futkározok. De nagyon-nagyon szép ez a földgömb. Warden Cliff, a company distributing electricity to half of the world and yet still hungers for that other half. Na, vannak a játékban amúgy ilyen asztalok, ahol meg lehet nézni, hogy jelen pillanatban hol vagyunk, vagy legalábbis a hajónak melyik részlegében vagyunk. Na most mi ott vagyunk a 60-as részlegben, és ami azt jelenti, hogy ez itt a kikötő, a harbor. Igen, még egy fontos információ, még itt a játéknak itt az elején. Érdemes fülessel játszani a játékot, illetve tényleg az, hogy nagyon-nagyon sötétítsétek le a környezeteteket, mert nem mindig lesz ennyire fényes, fogalmazzunk úgy, tehát ennél már csak sötétebb lesz a játék. Jó, nyilván amúgy a beállításokon belül esetleg egy ilyen kontrasztot lehetne csinálni, vagy hát az kontrasztot, ugye a gammát lehetne gondolom állítani, de én úgy vagyok vele, hogy egyesen talán jó. Talán jobb így jobban átadja a játék így a hangulatát. Na. Úgyhogy akkor irány befelé. Quarantine? What have you got yourself into, Ada? Great! Az. Nagyszerű. Hát visszafelé már nem megyünk, az is biztos. Jó, jobb a sorokban meg volt a mentés. Igazából a fejezetek, mint mondottam, nem túl nagyok, de vannak benne azért miniatűr mentések. Tehát a játék checkpoint rendszerrel működik. Úgyhogy... Nem lesz, arra nincsen panasz, hogy esetleg olyan helyre dobna vissza a játék, hogy túl messzire. Emlékeim szerint itt valahol van egy feljegyzés. Valamelyik széken. Vagy valami papíros. Á, itt van. Na nézzük. Nicholas útlevele. Név Nicholas Ford. Születés ideje 1850. Október 11-e. Születési ország az Egyesült Államok. Indulási város New York. Látogatás célja ő színész. Látogatás hossza 21 nap. Az engedély száma az a... NY5515 USA. Jó. Jó, hát ugye hallottuk meg, ugye mondtam is, hogy van színház is. Tehát ezen a hajón színészek is vannak. Vagy voltak. Na mindegy. Hát ugye itt a portán úgy néz ki, hogy sehol senki. Itt majd át tudunk ugrani, csak előtte azért benézek ide is. Hát egy kicsit... Egy kicsit fura. Nem nagyon, de csak egy kicsit. És ami valaki most éppen lezuhant. Na jól emlékszem, akkor ide nem tudunk bemenni majd. Amúgy az általános interakció, hogy mindenre a bal egérgomb. Tehát nem kell semmilyen E-betű, meg ilyesmi. Az alapirányítás, meg a VASD. Tehát röviden tömören ennyi. Ugrani azt így... Ennyit. Tehát fogalmazok úgy, hogy nem tudunk ugrani, jó? Tehát jó, vanni van, csak így minek. Jó. Hát ez kiégett. Úgyhogy ide már nem megyünk be. Vagy ide még nem megyünk be. Ja igen, a jobb egérgombbal meg lehet így ráközelíteni dolgokra, de csak ennyire. Jó, itt van egy feljegyzés benne, de azt majd ott belülről szedjük össze. Kapcsold le a két biztonsági felülírót a lift újraaktiválásához. Shit. Security override. I guess I'll have to disable it. Igen, ki kell kapcsolnunk, úgyhogy akkor hajrá. Hát igazából...
Mindegy, menjünk balra először. Először menjünk balra, aztán majd utána. Hello? Anyone there? Jó, tehát nem vagyunk egyedül, az a lényeg. A lényeg, nem vagyunk egyedül. Jó, azt hiszem ez a férfi WC. Ami zárva van. Használaton kívül. Ez a női WC. Hát amire nem írták ki, hogy használaton kívül, ide majd mindjárt bemegyünk. Érdemes amúgy alaposan körbenézni mindenhol, hát ha az ember talál valamit. D. Harkness. Ő. Neki a privát szobája. De úgy néz ki, zárva van. Jó. És hát annyira nem jó, de hát mindegy. Egyel kevesebb ajtót, amit meg kell nézni. Thanks for the warm welcome. What have you done with my sister? Valami, én is valami ilyesmit akartam volna mondani. Na nézzük, mi ez a hely itt. Jó, hát aki ezt ki tudja silabizálni, annak hajrá. De ebből is azért látszik, hogy valahol 1800-as éveknek a legeslegvége felé járunk, mert 1896, 77, 90, 93. Tehát valahol ennek az, ezeknek az éveknek így a vége felé. Na nézzük. Le Petit Parisien. Igen, brit haditengerészet a Helios nyomában. Kitűnő brit matematikus állítólagos elrablása tartja lázban a világot. Adják át nekünk. Igen, akkor ezt ma olvastuk egyszer. Igen, lesznek olyan újságok, amik újra és újra előkerülnek. Confirmed Edison agents? Megerős... Seems like their rivalry is alive and well. Ja, hogy itt megerősített Edison ügynök. Na igen, egy kicsit a játék behozza ezt a dolgot, hogy ugye, hogy Thomas Edison ugye, és hogy Nikola Tesla között annak idején volt ez a miniatűr kis háború, bár mondjuk, tehát igen, tehát hogy ugye, hogy nekik is, mind a kettőjüknek ugye voltak ugye találmányok, és ugye vannak ilyen legendák, hogy állítólag így egymás között ilyen kémhálózatokat indítottak el. Na mindegy. Ezt a játék is így behozza, hogy Edisonnak az ügynökei azok erre a hajóra feljöttek, így átnézi Teslának így a cuccait, és ugye ellopni a találmányait. Legalábbis a feljegyzéseket. Ja, ott van Izlandon volt a harmadik jelentés, Franciaország volt a második, Spanyolország volt az első. Gondolom ez a... nem tudom, a kémnek így az útja. Negyedik jelentés. És akkor itt meg eltűnt Görögországban az ügynök. Két szicíliai. Na mindegy. Nem azért jöttünk, hanem hogy a húgunkért jöttünk. Na, ez kicsoda. Jung Hwan, nem tudom, hogy kell neki mondani, útlevele. Név Jung Hwan Choi. Születési ideje 1843. április 13-a, a születési ország Korea. Indulási város Szöul, látogatás célja laboratóriumi kutató, látogatás hossza határozatlan idejű, az engedély száma pedig ott az, amit láthattok. Kémhálózat. Tom, Kate, John, Eric, Kate, Tom. Igen, úgy néz ki a házon belül is azért vannak gyanakvások. Ez meg ahogy nézem, szerintem ez a Heliosnak az útvonala. Mert ott van a Helios. És akkor ezek szerint jelen pillanatban most itt vagyunk az Atlanti óceánnak a kellős közepén. Ami tök jó. Nem, úgy annyira nem. Na nézzük, van-e még valahol valami?
valami kis extra. Hát kapásból az, hogy itt ki tudok majd menni. Az ajtó ez zárva van. És hát is zárva van. Jó. No. Hát akkor ugye azt a liftet el kellene indítani, úgyhogy miniatűr puzzle feladvány. Az igen. Itt annyi a lényeg amúgy az egésznek, hogy a nyilat úgy kell forgatni, hogy azt hiszem ez így jó legyen. Akkor ezek szerint nem. Akkor megnézzük, hogyha felfelé van irányítva az összes, akkor mi történik. Jó, ez akkor aktiválódik, hogyha az összes izé felfelé néz, mint a kettő. Jó. Okay. One more to go. Jó, az egyik akkor kész. Na nézzük akkor. Nem, rossz gomb. Körözési poszter, profil kartalan. Alvó ügynök gyanúja áll fent. Megerősítő vagy kizáró bizonyíték keresése. Ananya útlevele. Ananya Patel. Születési ideje 1855. május 28-a. Születési ország India. Indulási város Mumbai. Látogatás célja labortechnikus. Látogatás hossza határozatlan idejű. Jó. Akkor ezzel megvagyunk. Hát akkor, hogy ne húzzam az időt, és ne kelljen körbe menni, akkor kimegyünk itt. Sehol senki. És akkor... ott van a következő kapcsoló bent, úgyhogy azt is megoldjuk mindjárt. Jó. Az ajtó az megint csak zárva van, viszont ott pislákol a fény. Úgy tűnik, Mr. Gemgi az nem nagyon szeretné, hogy zavarjuk. Jó, semmi gond, semmi gond. Én se szeretném, hogyha Mr. Gemgi zavarna minket. Na, akkor nézzünk alaposan körbe. Hát, ha találunk valami bizonyítékot, vagy bármilyen feljegyzés, ami megmagyarázza, hogy mi történt. Jó, tény és való, Tesla amúgy elmondta, hogy karantén van, tehát most jelen pillanatban seki sebe. Ahhoz képest, hogy bejöttünk. The Call újság. Edison tagja a... mi? Edison tagadja a kémkedési vádakat. Ezek egyszerűen járulékos vádak, állítja Edison. Az ellenkeresett előkészületei már folyamatban vannak. A Vardencliffe nem kíván megjegyzést hozzáfűzni. Tesla nincs jelen, Tesla nincs jelen mi alatt, az előzetes meghallgatásokon Edison kémkedés vádjával illetik. Miért lenne jelen? De majd oda megy mi. Azért Tesla sem volt egy hülye ember, tehát na. Ó, belső kommunikációs részleg. A Baker nevű kutató kihallgatása azonnali hatással volt a részlegek között folyó érzékeny információkat tartalmazó kommunikáció mennyiségére. Viszont sajnos ennek a folyamányaként a gyanús Edison szivárogtató is elnémult. Emiatt nem jutottunk előbbre a nyomozásunkban, hogy melyik anyag került veszélybe. Emiatt egy sokkal közvetlenebb megközelítést kérek annak érdekében, hogy gondoskodjunk a Helios további biztonságáról. Nem engedhetjük meg egy újabb, hatalmas méretű szabotást. Egy is épp elég. Tudom, hogy mennyire kényelmetlenül érintik Mr. T-t ezek a kevésbé kifinomult intézkedések, de néha hagyományos mód az egyetlen lehetőség. Strutman információs tiszt. Jó, tehát a kémkedés az folyik, az megy, az csinálgatva van. Ott fönt van egy létra. Ide benézünk, jó? Ha jól emlékszem, a 112-es az nem nyílik. Viszont a 113-as emlékeim szerint igen. Szilvia útlevele. Név Szilvia Bishop. Születési ideje 1860. július 8-a. Születési ország Anglia.
Indulási város London. Látogatás célja művészeti kiállítás. Látogatásnak a hossza 7 nap. Az engedélyszáma pedig ott lent található. Aha. Csótányok. Nagyon jó. Jackpot. Gyanúsított a börtönben. Bingo. Az információs biztonsági szolgálat az előbb küldött egy üzenetet, ami megerősíti a dátumokat és a helyszíneket. Valóban egy Edison kémmel van dolgunk. Megint jól ráérzett. Fontos, hogy ezt nem szúrhatjuk el, és mindent ki kell belőle szednünk. Akár akar dalolni, akár nem. Ez kétségtelenül egy mindent belehelyezett szó... Mi? Ez kétségtelenül egy mindent belehelyezett. Ja. Szóval nyugodtan kreatívkodhattok. De Rossi biztonsági tiszt. Igen, ez itt egy kihallgató szoba lett volt. The Examiner. A brit hírszerző tiszt csatlakozik Nikola Tesla csapatához a Helios információs biztonsága érdekében. Újabb kiemelkedő tudós csatlakozik a Helios folyamatban lévő legénységéhez. A Helios hajója a szándékos ütközés elkerüléseit elhárítja a Mi? Ezt most még egyszer? A Helios hajója a szándékos ütközés elkerülésével elhárítja a szabotás kísérletet. Ja, hogy miniaturizáltan lehet forgatni amúgy a tárgyakat. Szóval igen, itt volt egy kis... kihallgatás. Hogy milyen fajta kihallgatásra gondolok. Hát... How suspected Edison spies get interrogated aboard the Helios? Ugh. Wait until my editor hears about this. Szóval fogalmazzunk úgy, hogy ez egy belsőséges kihallgatás. Jó? Ez csak egy extra, tehát semmit nem adom úgy elő, tehát a főtörténet szához, ami nem ad hozzá semmit, csak egy ilyen kis extra, úgy voltam valahogy azért megmutatom nektek. Na nézzük. Aha, ott az. Cső üzenet. Ne aggódj, az ő kutatása jelenti a kulcsot mindenhez. Cryptic. Who is this message for? Hát igen, mert ugye semmilyen aláírás nincsen benne. Illetve itt a papírlapnak itt a legalján van ez a kis... hát nem tudom minek nevezzem. Három levelű lóhere? Ez majd a játék során majd sokszor amúgy elő fog kerülni. Viszont az, hogy mit jelent, hát egyelőre nekem fogalmam sincs, de majd valószínűleg majd utána nézek majd a játék végigjátszása után. Mert tényleg eléggé sokszor előjön ez a jel. Na nézzük. Mi van ide fönt? Amúgy, hogyha shiftet nyomva tartom mászás közben, akkor gyorsabban mászunk. Oké. Okay. David útlevele. Név David Bishop, születési ideje 1890. december 4. Születési ország Anglia. Az indulás London. Látogatás célja fiatal kísérője. Látogatás hossza 7 nap. Hát igen, ez egy fiatal ember. 1897. augusztus 15-én lépett a hajónak a fedélzetére, hogyha jól olvastam ki ott a pecséten. Na nézzük, ez micsoda. Egy újság lapjai. Tesla halálsugara a háború ellehetetlenítését célozza meg. Nikola Tesla azt tervezi, hogy a világot a béke felé tereli a mérhetetlen kár fenyegetésével. Az újonnan bejelentett fegyverzete hamarosan aukcióra kerül. Az egész világról számos nemzet kezdett sietve pénzt számolni. Tesla hajóra rögzíthető fegyverzete egy egész flottát képes megsemmisíteni. Hát igen. Na, akkor szépen haladjunk. Bemutatok nektek valamit, hogy érdemes létrázni lefelé. Nagyjából így. Egy ekkora magasságot még teljes mértékben túlélünk. Nagyobbat már annyira nem. Azt becsukom, jó? Inkább.
Jó, emlékeim szerint akkor itt minden más megcsináltunk. Az ajtó ez nyitva van. Na nézzük, körözési póster, profil, köd. Közeledő fenyegetés. Ismert álnevek, Matthias Ellis, Simon Elder, Ernest Hamson. Jó. Jó, megkeressük, megkeressük, jó. Aha, csak az a gond, hogy az ajtó ez nem nyílik. Úgyhogy vissza. Jó. Ahogy nézem, csend van. Jó, hát akkor nincs más hátra, mint előre. Egy kulcs. Lift kulcskártya. Egy használt kulcskártya a Helios bejárati liftjéhez. Néha kell ilyeneket gyűjtögetni. Fedezd fel a Helios-t Ada után. Jó, felfedezzük. Nézzük akkor, hogy hova kerültünk. Teslatórium. Jó, tehát ott voltunk lent, most akkor oda felkerültünk. Au! Ez egy nagyon kell... I've got your letter right here. That doesn't make any sense. I didn't write you any letter, Rose. But never mind. There's been an accident or sabotage. It doesn't matter. We need to get off this ship. That's what the quarantine is about? Ada, what the hell is going on? Rose, listen very carefully. We really need to leave. It's spreading all... Ada! Ada! Maybe I can get a better signal with this thing somewhere up ahead. No, hát igen, már jönnek a furcsaságok, hogy elvileg Ada nem írt nekünk semmit. Ah, the Helios. Named after the sun itself, a source of almost unlimited power. This is a safe space for those with an open mind and a talent for the scientific arts to expand the limits of human endeavor. Away from prying eyes and cynical money men, here all that matters is progress as we reach for the very stars themselves. It is our floating home and the cradle of mankind's technological evolution. You walk within the very future of the human race, and you are most, most welcome. Jó, köszönjük. Igen, hogyha egy helyben állok és nem csak semmit, akkor Rose az elkezd vabrálni a kezével. Igen, azt hiszem ez az a rész, ahol így egy-kettő Tesla találmányt azt így most meg fogunk tekinteni. Hát ez ugye például a Helios. Most arról tudtunk meg pár információt. Nem biztos, hogy őrült az. Inkább az a kérdés, hogy miért épít magának egy szobrot. Bronzból. Gondolom én ez bronzból van. Na nézzük. Az X-ray masína. When I discovered the X-ray, we would have wonderful times in the
the lab shooting each other with the thing. Blackened silhouettes on the walls, capturing a single moment of playtime for all eternity. That is, of course, until we realize that X-rays are quite harmful. This machine makes the whole process much safer, though far less fun. Na, röntgensugárzás. Igen. Hát igen, annak idején azért még szórakoztak vele, aztán rájöttek arra, hogy azért annyira, azért nem éppen, tehát, na, röviden tömören káros, na, hosszabb távon. Tesla torony. Tesla tornyáról szóló újságcikk. A nagy feltaláló hihetetlen terve, hogy több millió voltnyi elektromosságot vételez a Niagara vízesés levegőjén keresztül, és városoknak, gyáraknak és lakóházaknak továbbítja a tornyai tetejéről kábelek nélkül. Igen, ez létezett, ez a Tesla torony. A KAL újság. A földrengés gépezet egy teljes háztömböt rombolt le. Hét halott és számos sebesült a leomló épületek között. Egy megfontolatlan kísérlet komoly károkat okozott a Wardenclyffe raktárnegyedben. Kompenzációs és újjáépítési ígéretek a Wardenclyffe-től egy új találmány katasztrofális tesztelése után. Azt hiszem ez a Tesla tekercs. Aha. Ez a neonfény, ja. Ez a Tesla torony. My first Tesla tower at Wardenclyffe was a huge success. I always knew that my dream of free energy transmitted wirelessly across the globe would be a resounding success. What I did not foresee was the hunger of the human race, its gluttony for more and more electricity. Wireless transmission of power, that's the easy part. Finding that power in the first place, now there's the tricky bit. Igen, emlékeim szerint igen, a Tesla toronnyal nem az volt a probléma, hogy nem tudta megépíteni meg, hogy a vezeték nélküli áramnak a problémája, hanem az, hogy honnan nyerje ki. Igen, tehát azt hiszem ez volt a hatalmas nagy probléma ezzel az egésszel. Hát meg hát nyilván az, hogy így mondták, gondolom Teslának, hogy ingyen áram. Tehát azért az úgy, na. Földrengés generátor. Na most, hogy ennek mi értelme van igazából, fogalmam sincs. Tehát, oké, létrehozták, meg megcsinálták, csak hogy amúgy mi a haszna, azt nem tudom elképzelni. The World újság. A Wardenclyffe bejelenti, hogy sikerrel járt a rezonancia más dimenziókkal. Egyedül Tesla ismeri a működését, az ingyenes áram hajnala. Megszegi-e Tesla az energia megmaradás törvényét? Az ingyenes áram több ezer munkahelyet veszélyeztet, zavargásokra lehet számítani. Igen. Az ingyen áram. Az automata, tehát az ember nélküli hajó. Az automatizált hajónak. Radio waves aren't just great for transmitting sound, images and energy across large distances, but with this radio-controlled boat, they can also be used to transport people. If you are here on the Helios, then you've already enjoyed a voyage on one of these. They are unmanned vessels, controlled automatically via radio signals. Less risky in case of malfunction and subsequent drowning. Not that there was ever much risk. That is to say, you're safely here, aren't you? So, all's well. Igen, ezzel a hajóval jöttünk, amúgy ez volt ez a kis hajó a prológusba. Na. Ez a halálsugár. This is the machine with which I intend to rid the world of war. Once and for all, my dear Death Ray. It may seem contradictory that such a thing could promote peace, but possessed with this, none would even consider military action against us. That's the theory, at least. Igen. Értelmenő védekezésre használnád, persze. Igen, hogyne. Azért nevezted el halálsugárnak.
És megint egy olyan látvány tárul elénk, amiről még mindig azt mondom, hogy ez a játék, ez szép. 2019-es játék, igen. Na nézzük akkor. What the? Hello? Anyone? What the hell was that? Rose? Are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you, but what the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything. This is gonna sound weird, but it might have been me. Not present me, but future me. I know how crazy that sounds, but I promise I can explain everything. Let's rendezvous in my apartment. From there, we'll escape together, okay? Escape from what, exactly? It's not safe here, Rose. It's spreading throughout the ship. I'll tell you everything when we meet up in my apartment. You need to grab a Faraday key card from the check-in desk there in the main hall. They're kept in a wall-mounted safe. The combination should be written down somewhere nearby. The key card will automatically take the elevator to the right district. Did you get all that? Yeah. Open safe, get key card, use elevator, meet in your apartment. I got it. Great. I won't be able to reach you on the radio for a bit, so just get there and stay safe, okay? Fine. But when you get there, I'm expecting some answers. Deal? Deal. Oh, and sis? Even if I can't explain why or how you got here, really am grateful that you're here. See you soon. See you soon, sis. Egy maszk. Maszk, időjárás technológia. A belsejébe a következőt gravírozták. Időjárás technológia, anomitás maszk. Visszajutatni a Warden Cliff képviselőjének. Hát jó, itt volt ilyen állarcos, maszkos bál. Szerű. Valami. Na nézzük át gyorsan itt a dolgokat. Jó, ide nem tudok bemenni. Itt is van egy maszk. Hajóbiztonság. A belsejében a következőt gravírozták. Hajóbiztonság, anonimitás maszk. Visszajuttatni a Warden Cliff képviselőjének. Jó, hát röviden tömören ezek szerint itt arról volt szó, hogy akik igazából együtt dolgoztak, de például ott az egyik jel. Na ezekről nem nagyon tudom, hogy így mi merre hány méter. Tehát úgy néz ki, igen, tehát, hogy akik egy részlegben dolgoztak, ők ismerhették egymást, viszont ahhoz, hogy azért mindenki mindenkivel találkozzon, azt nem engedhették meg maguknak. Úgyhogy az ilyen összejövetelekkor mindenki maszkot hordott. Na nézzük. The Daily Graphic. Elmira Zeigner, matematikus, csatlakozik a Warden Cliff Corporationhöz. Az emberiség legjobbjai gyülekeznek a Helios fedélzetén. Új áttörés a dimenzionális fizikában. Egyetemek fognak össze a Warden Cliff ellen, miután újabb tudós csábít át tőlük. Hát igen. No. Azt hiszem... Talán megtaláltunk itt mindent, azért gyorsan még körbenézek, hogy van-e itt még valami. Valami kis extra. De ahogy nézem... Aha. Na. Maszk. Dim fizika. Belsőben következő gravírozták. Dimenzionális fizika, anomitás, maszk. Visszajuttatni a Warden Cliff képviselőjének. Jó. Oké. Na elvileg valahol itt van a jobb oldalt a safe. Ami nekünk kell. Ott. The World újság, igen. Rezonancia más dimenziókkal, ingyenes áram, megszegi a áramtalan megoldás törvényét. Jó, ezt ma olvastuk. Remélem. Na, akkor itten átalugrunk. Vagy szökkenünk.
Memo. Recepciós emlékeztető. Erik, ne felejtsd el leírni az új szépkódot, amikor megváltoztatod. Margaretnek múlt héten le kellett jönni egészen a tech laborból, csak hogy újraindítsa a szép mechanizmust. Nem örült neki. Többször el ne szúrd. Aktuális kód 142. Igen, azt már olvastuk. That must be the safe. Na igen, ez a safe. Get it open. 142, akkor ez a kettes, az a négyes, akkor azt nem bántjuk. Egy. Lift kulcskártya, Faraday kerületi lift kulcskártya. Bingo. A key card for the elevator. Jó. Oké, akkor ezzel megvagyunk. Madarak, ti honnan jöttetek be? Tudjátok, ilyenkor engem így az érdekelne egy játékmechanika szempontjából, tehát hogyha nem nézek föl, akkor nem is szakad le. Na mindegy. Jó, itt nem jutok tovább, az biztos. És akkor itt vagyunk most a 23-asnál a főcsarnokban. Jó, hát akkor végül is haladjunk tovább. All right. Hope this works.